Adventi forgatag, december 3-án elkezdődik az adventi forgatag a Városháza téren. Felújítások, buszöblöket újítanak a DVG ZRT szakemberei. Zsebi Baba, a Dunaferes tornászlányok szép sikereket értek el az országos utánpótlás tornaversenyen. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. December 3-án elkezdődik az adventi forgatag a Városháza téren. Az ünnepi programsorozat az önkormányzat és a Turinform iroda közös szervezése. A rendezvényt az önkormányzat összesen 12 millió forinttal támogatja. Az esemény sorozat részleteiről tartott sajtótájékoztatót Cserna Gábor polgármester csütörtök délután. Már épül a színpad a Városháza téren, amely december 3-ától december 23-áig minden nap különféle műsoroknak ad helyet, hiszen vasárnap hivatalosan is elkezdődik a Dunaújváros életében már hagyománynak számító adventi forgatag. Az idei rendezvénysorozatot az önkormányzat összesen 12 millió forinttal támogatja. Erről számolt be Cserna Gábor polgármester csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján. Önkormányzatunk 7-es millió forinttal támogatja az idei évben költségvetési forrásból az adventi rendezvényt. A városi nagy rendezvények egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb rendezvények. Bár nem szabad nyilván, meg nem is lehet rendezvényeket összehasonlítani. Ma Parázs Balázs is egy nagyszabású, viszont időben ugye ez az legfosszabb rendezvény. A szilveszteri bulira, a szilveszteri programra pedig 5 millió forintot, szintén önkormányzati forrásból biztosítjuk. Programok. December 3-ától, advent első vasárnapjától, mondhatnám, hogy az utolsó vasárnap, de az ugye pont a 24-e, az idén így mondjuk itt, tehát december 23-áig tartanak a rendezvények minden nap dél, minden nap 12 óra és este 10 óra között tartom a vartását, a kereskedők, a vendéglátósok 12-22 óráig minden egyes nap. Hát a szokásos termékristát tudnánk elsorolni, ugye ajándéktárgyak, kézműves termékek, kenyérlábos kültőskalács, kalács, és ki ne hagyjuk mondani forralból. A sajtótájékoztatón jelen volt Kis András, a Turinform iroda vezetője is, aki többek között arról beszélt, hogy az idén 4 új faházat vásárolt az iroda, és a régieket felújították. Továbbá megemlítette az együttműködést az oktatási intézményekkel a program sikerének érdekében. Mivel már javában benne vagyunk az adventi előkészületekbe, itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki segít nekünk, kiemelve a Rudas közgazdasági szak gimnáziumát és kollégiumát, akik a színpadi speaker szerepet az elmúlt évekhez hasonlóan vállalták, a tehetséges fiatal lányok, illetve a térdíszítésben is óriási segítségünkre vannak, amelyet idén az adventi koszorúhoz próbáltunk igazítani, tehát egy ilyen magyaros motívumokkal a hagyományokhoz visszanyúló koszorút készítettünk idén, illetve a tér egyes motívumainkban is ez próbál visszaköszönni. Illetve még a Betlehemről eltennék egy pár szót, amely egy közös munka eredményeként az egy katolikus egyházzal karöltve vásároltunk új Betlehem figurákat. Az adventi forgatag december 3-án vasárnap 17 órakor ökumenikus szertartással kezdődik, ahol az egyházak képviselői közösen meggyújtják a Városháza téren elhelyezett hatalmas adventi koszorú első gyertyáját. Városunkban újabb felújításokba kezdtek a DVG ZRT szakemberei. Most a buszöblöket javítják a Szórád Márton út 26 és 44 előtt, valamint a Bagolyvárnál. A Szórád Márton út 22 és 28 előtti felújítás közel 5,5 millió forintba, míg a 42 és 44 előtti buszöböl költsége körülbelül 6 millió forintba kerül, így az önkormányzat több mint 12 millió forintot áldozott a két területre. Mivel már nagyon rossz állapotban volt mind a két busz megálló, mind a két buszöböl, itt most ugye a Szórád Márton út 22-28 előtti busz megállóról beszélünk, itt hatalmas az utasforgalom, a buszforgalom, ugye távolságban,
gyorsági buszok is a környező településekre, amik ha ez irányban indulnak, megállnak. Eléggé megállt már a víz, eléggé megsüllyedt az aljzat, és azért döntöttünk, hogy mindenképpen mi hamarabb a csere most már ideje volt, hogy megtörténjen. A másik felújítás a Bagolyvárnál lévő buszmegálló kialakítása, ami körülbelül 800 ezer forint önkormányzati támogatásból valósul meg. Eddig nem volt váró a közlekedőknek, és esőben is a szabad ég alatt kellett várakozniuk. Most már van hova behúzódni a busz érkezéséig. Hát azt gondolom, ma már követelmény, elvárhatom mindenki számára, hogy egy buszmegállóban legyen egy váróhelység, ahova az eső és egyéb esmét be lehet állni, vagy esetleg esik, ahol már nem sokára esni fog itt. Azt gondolom, ez egy hosszú évek során kialakítása került, tulajdonképpen a városban több helyen fog ilyen buszváró épülni. A Békevárosban ezen az egy helyen, de van még egy hely, ahol még jelenleg nincsen buszváró. Mert azt gondolom, hogy a 13-as busznak a visszaállításával, amit képviselőindítványként adok be, nagyon fontos lenne, hogy itt senki ne állzon. A szórádi felújításokkal az időjárás függvényében tudnak csak haladni a szakemberek. A céljuk, hogy minél hamarabb átadásra kerülhessenek a kész buszmegállók, hogy a tömegközlekedést használók igénybe vehessék. A Magyar Kupa 8. fordulójában a legjobb 32 közé jutásért játszott a Dunaújváros Pase csapata szerda délután 16 órától a Balmazújváros együttese ellen. A Vasas elleni bravúros kupa sikert követően a sorsolás szintén egy NB1-es csapatot, a Balmazújváros dobta a Dunaújváros Pase labdarúgóinak. A hazaiak tudták, hogy nehéz mérkőzésre kell számítaniuk, de egyáltalán nem voltak megilletődve. A mérkőzés első pillanatától fogva harcoltak a győzelemért. Nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra, mert 10 emberrel egyenlítettünk ki, és mindig végig volt tartás a csapatnak. Hát a hibák igazából az már, hogy elfáradtunk ugye mentálisan, meg fizikálisan. Ugye azért NB1-ben sokkal többet edzenek a csapatok, de tényleg nem lehet a csapatot elmarni, tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy jövő előtt állunk, mint még egyszer mondom. A jó hazai kezdés ellenére a vendégek már az 5. percben megszerezték a vezetést egy védelmi hiba után. Az iramra nem lehetett panasz, ráadásul az újvárosiak szép passzjátéka érdemelt tapsot. Kiegyenlítetté vált a küzdelem, melyben a labdát többet birtokolta a Dunaújváros. Rengeteg lehetősége volt a hazai együttesnek, de ezek közül sajnos egyik sem talált kapuba, így az első félidei szünetre 1-0-ás hátránnyal vonultak a fiúk. Én egy nagyon maximalista ember vagyok, és ezt remélem a többiek is érzik, hogy nem azért vagyok velük egy kicsit szigorúbb, mert nem szeretem őket, hanem én mindig a maximumra törekszem. Nem szeretnék senkit kiemelni, mert itt az első ember is ugyanolyan fontos, mint a 16. Szeretném, hogy a cserék is elhinnék, hogy fontos játékosok tudnak lendíteni a csapaton, és hogyha ez így lesz, akkor szép tavasz elé nézhetünk. A 66. percben sajnos a mérkőzés hátralevő részére emberhátrányba kerültek a dunaújvárosiak, mert a játékvezetők kiállították Csendes Pétert. Egyel kevesebb emberrel sem hagyott talább a hazaiak lendülete, sőt a 75. percben egyenlíteni tudtak Tóth Tibornak köszönhetően. A 90. percig maradt is ez az állás, így még kétszer 15 perc következett újra teljes csapattal. A hosszabbítás első fele is kiegyenlített volt, a 110. percben viszont újra átvette a vezetést a Balmazújváros csapata, amit 10 perccel később még egyel növelni tudott. A végeredmény így 1-3 lett a Balmazújváros javára. Az elején nem kezdtük jól a mérkőzést, ezt a gól is mutatja, de a gólon kívül is voltak azért problémáink, de ezt nagyon hamar úgymond meg tudtuk oldani. És én mutatom azt, hogy kiállítás után is, illetve a kiállítás előtt is fölénybe kerültünk. Sajnos nem tudtunk azért helyzeteket kialakítani, csak lehetőségeink voltak, azokkal meg nem sáfárkodtunk igazán jól. De azért sikerült az egyenlítés. A hosszabbításban pedig nagyon nehéz dolgunk volt itt 10 emberrel, próbáltuk, sajnos a végén elvéreztünk. Amellett, hogy a Magyar Kupából így kiestek a dunaújvárosiak, a bajnokság 2017-es szakasza is véget ért vasárnap. Most egy kisebb szünet következik a játékosok számára, amit szép bajnokságbeli teljesítményüknek köszönhetően a tabella élén tölthetnek. Hétvégén a fővárosban rendezték meg a Zsebi Baba elnevezésű tornaversenyt, amelynek fő célja, hogy az ország fiatal lány tornászai is megmérettethessék magukat. A rendezvényen a dunaújvárosiak két korcsoportban is képviseltették magukat.
A Dunaferese tornászlányai a kisebbik korosztályban csoportban elhozták az első helyet, míg a nagyobbak fél ponttal lemaradva az elsőktől második helyezést értek el. Hát, hogy ne essek le semmiből, feszítsen meg a lábam, spicceljek, és hogy oda tegyem magam. Hát jó volt, és azért vártam, mert már régóta készültünk rá, meg ugye ezzel a gyakorlattal már versenyeztünk, és szerintem a legnehezebb gyakorlat igazából hát a gerend, amivel az mindenkinek rizikós szer. Minden jól sikerült, a talajon egy kicsit a zenével elcsúsztam, és jól éreztem magamat. Én is 4 évet tornázok, és azért kezdtem el ezt a sportot, mert láttam a tévében, hogy milyen szépek a láblendítések, meg korláton is milyen szépek a körök. A versenyen résztvevő lányoknak 4-szeren kellett megmutatni tudásukat, ugrásban, korláton, gerendán és talajon. A kisebbeknek alapgyakorlatokat kell bemutatni minél szebben, szabályosabban. A nagyobbaknak már egy kicsit nehezebbek a gyakorlataik. Első osztályban egy versenyt szoktunk nekik kitűzni. Inkább szeretjük azt, hogy magát a tornát készítsük és tanítjuk a gyerekeknek. A versenyre szerintem ráérnek még később. Már szeptemberben kinézzük, hogy milyen versenyeken indulunk a gyerekekkel, és akkor ez a Magyar Torna Szövetség által rendezett verseny volt az egyik. Ennek tavasszal volt már egy fordulója, és akkor idén volt ugye a második forduló, tehát ezért is indultunk el rajta. Én azt várom el, hogy azt csinálja meg a gyerek, amit tud. De azt nagyon szépen is odafigyelve, és soha nem várunk igazából szenzációt. Ha mégis úgy történik, az nagyon jó, de hogyha azt látom, hogy mindent megtesz azért, hogy legalább úgy teljesítsen, mint edzésen, vagy egy picit jobban, ezt szoktam nekik is mondani, hogy ugyanúgy kell teljesíteni, mint edzésen, vagy szabad egy icipicit jobban, akkor mi azt mondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk. A Dunafer tornászlányai heti 5 edzésen alkalmanként 3 órával bőven megdolgoztak az elért szép eredményekért. Következnek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Adventi forgatag, december 3-án elkezdődik az adventi forgatag a Városháza téren. Felújítások, buszöblöket újítanak a DVG ZRT szakemberei. Zsebi Baba, a Dunaferes tornászlányok szép sikereket értek el az országos utánpótlás tornaversenyen. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Perceken belül érkezik Tóth Veronika az időjárás jelentéssel. A Hírpluszban a Dunafer iskola első rendvédelmi napjáról mesél Zemankó Zoltán, az intézmény igazgatója. Anyagainkat és műsorainkat újra megtekinthetik a www.dplusztv.hu honlapon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Pénteken keleten maradt felhősebb az idő. Eleinte gyenge havas eső, hószálingózás is előfordulhat. Máshol több lesz a napsütés. Gyenge lesz a légmozgás, hajnalban északon és nyugaton mínusz 10 fok is lehet, és napközben is csupán mínusz 4 plusz 4 fokot mérhetünk. Reggelre több felé képződik pára, zúzmarás, köd. Szombaton keleten lesz több felhő, a határ mentén gyenge havas eső, hószálingózás is kialakulhat. Máshol több órára kisüt majd a nap. Hajnalban északon, északnyugaton ismét erősebben fagyhat. Délután mínusz 1 plusz 5, a hó fötte tartósabban ködös tájokon mínusz 2, mínusz 6 fokot is mérhetünk. Nyugaton és keleten, északkeleten feltámad az északi szél. Vasárnap főként délen és keleten számíthatunk havas esőre, havazásra, és gyakran élénk erős lehet az északi, északnyugati szél. Napközben plusz 1 fok valószínű. A változékony koratéli idő a jövő hét elején is folytatódik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!